Mit érzel most? Hülye kérdés, de hát nyilván tökéletlen. Fie, én örülök a lennek a győzelmének, egy picit csalódott vagyok, de ez egy játék, ez benne volt. Tehát az élet megy tovább, készülök a dolgaimra, aztán ennyi, hát egy-két nap túlteszem magam, ebbe segít a család, és akkor egyenesben leszek. Mi volt a döntő momentum szerinted? Az fogalmam. Nem tudom, tényleg nem tudom, mind a ketten jól teljesítettünk igazság szerint, nem tudom. Ha kimondták a nevet, akkor mit éreztél? Mondom, egy picit csalódott vagyok, de egyébként örültem a sikerének, mert ő is megérdemelte ugyanúgy, ahogy én. Itt nem volt már különbség abban, hogy most ki jobb vagy ki rosszabb, szóval itt egy nehéz döntés volt. Kimerültél? Nem tudom felfogni, én Vigaszágról jutottam be a Megasztárba, és az, hogy megnyerem, nekem ez volt az álmom, és ezt nem tudom felfogni. Annyi mindent köszönhetek a Megasztárnak, annyit fejlődtem itt, az emberek segítségével, és az énektanáromat imádom, a Csík Sanyit, meg a Nagy Tomit, meg mindenkit, szóval annyira jó érzés, hogy nem tudok beszélni most, nagyon sokkalat vagyok, szóval... Amikor kimondták a neved, mire gondoltál? Nem lehet szavakkal ezt elmondani. Én biztos voltam benne, hogy az Attila fogja megnyerni, mert tényleg annyira jó a hangja, és ő már kész van erre, fel van készülve.